Imponáló mérleggel jutott a hatos döntőbe a nyíregyházi csapat. Erdősné Balog Erika együttese az alapszakaszt veretlenül zárta, a középszakaszban kétszer botlott, így 24-2-es mutatóval került be a fináléba. A nyíregyháziak az MTK-val és a Békés Csabával kerültek egy csoportba. Az ellenfeleknél változnak a játékos keretek a korábbi mérkőzésekhez képest. Itt már ugye azok a játékosok is szerepelnek, akik, amint mondtad, extraligába, illetve NB1-be játszanak. Kicsit változik így a játékos keret a középszakaszhoz, illetve az alapszakaszhoz viszonyítva. Tehát, hogy vannak olyan játékosok, akikkel mi az évközben nem találkoztunk. Nálunk mindenki játszott, majdnem mindenki végig tudott játszani, csak betegség miatt maradtak ki az extraligás játékosaink az U20-as bajnokságból. És mivel a csoportbeosztás pedig a helyezések szerint alakult ki, tehát mi az MTK-val és a Békés Csabával kerültünk egy csoportba, illetve a másik csoportban van az Újpest, a Szent Benedek és a Szeged. Úgyhogy mindenki felnőtt csapatban is játszó játékosokkal is tud jönni a hétvégére. A nyíregyházi játékosok számára nagy élmény lesz, hogy családtagok, ismerősök, barátok előtt léphetnek pályára a Continental arénában. Tolnai Janka csapatkapitány elmondása szerint éremmel szeretnék meghálálni a szurkolást. Nagyon jó hangulatba készülünk a tornára, szeretnénk éremért játszani és dobogón lenni, és reméljük, hogy ez sikerülni fog, és mindent megteszünk ezért. A csapatkapitány véleményét osztja Erdősné Balog Erika is. Én azt gondolom, hogy ha éremért tudunk játszani, akkor elégedettek lehetünk ezen a hétvégén. Én úgy gondolom, hogy ez nem maximális elvárás a lányoktól. Akkor lennénk a legboldogabb, hogyha sikerülne ezt megkoronázni, ezt a hétvégén is aranyérem kerülne a lányok nyakába. Ehhez mindennek klapkolnia kell a hétvége folyamán, extrán kell teljesíteni azokon a ominózus mérkőzéseken, a lányokban ez benne van, azt ígérték már korábban nekünk az egész csapat, hogy ők mindent meg fognak tenni a mérkőzéseken, úgyhogy én azt várom, hogy örömjáték legyen, és aztán érem kerüljön a nyakunkba. A torna első mérkőzése pénteken 9:30 kezdődik. A nyíregyháziak 12:30 az MTK Budapest ellen, majd délután 3:30 a Békés Csaba ellen lépnek pályára. A csoportgyőztesek azonnal bekerülnek az elődöntőbe. A szombati keresztjáték és elődöntők után vasárnap rendezik a helyosztókat. A bronzmérkőzés 13, a döntő 15 órakor kezdődik a Continental arénában.